Itt vagyunk a vonatállomáson, és megyünk a sorsa Balatonra egy hétre kikapcsolódni kerékpárokkal, két biciklivel, mi magunk ott kettős. Mögöttünk van a bicikli. Maximálisan becsomagoltunk két táskányi cuccot, egy hátizsák, ott van még egy hátizsák, és ennyi. Bőven elég egy hétre. Magunkat visszük, az a lényeg, nem? Igen. A második vágányon vonat közlekedik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Vigyázzunk. Azt hittem, hogy ez a ISIS PD-i. De nem. Na, kikap. Viszont hamarosan jön a vonat, és megyünk Székesfehérvárra. Onnan pedig hogy Alsó-Őrsre. Hogy mehessünk Alsó-Őrsre, igen. Igen, átszállunk. A kényelmes utazás várható a Székesfehérig, onnantól pedig, hogy szoktad mondani, milyen vágóhídas... Marhavagonba közlekedünk tovább. Igen. Tényleg olyan, mert felakasztjuk egy kampóra a biciklüket. Reméljük, nem? Most nem olyan vonat lesz, de kikapcsolom, mert fáj a kezem. Fáj a kezem, már most pedig kikapcsolódni megy. Kapcsolt ki. Majd még. Igen, megyek, belülről kinyitom, tudom. Addig beszéljél. Jó, körülök. Vásolj. Kicsi vagyok, ott van a padlószint. És nekem most oda kéne fölmenni, ráadásul bicik. Megpróbáljuk. Van még hely? Van még. Ugye az Tomajra megy a csapat, az ő bringájuk van fent. Sokan van. A végében van még egy, szinte egy kis bringás. Ott van még. Hát ott egy, kettő, három. Hát van. Felszálltunk a marhavagonra, felhívod így. Igen, menjünk tovább. Szakszerű bezárás. Billentyű lenyom, és ott. Akkor én is be tudtam volna csinálni. Billentyű. Várjál, hogy mutassam meg, hogy milyen magasan vagyunk. Hát egy jó derék magasság, neked addig él. Hát jó, nekem is rá. Fény. És szóval ezt... így a személy... vagomba, vagy hogy hívják azt így külön, a személyszállító, sima személyszállító vagomba kellett felszállni, illetve ennek a végébe. Igen, és ott van normális lépcső, kínítni. Mert itt én nem tudok felszállni. Hát basszus, nyakig ér. Hogy vetődök? Te pici vagy, ekkora. Igen. Na. Diszkrimináció. Na, én akarsz még valamit? Igen, hogy itt vagyunk Székesfehérváron. Vártunk a Hörbire, de nem jött. Nem. Már megint késtél. Elfogyott a sör. Értem. Ő már nincs itt. Hát akkor megyünk tovább. Na. Indulás. Irány Alsó-Őrs. Hello. Igen. Én ezt megmutatom a biciklis részleget. Erre mondom, hogy marha vagon. Mert itt úgy de szar a fény. Már itt a körbe mindenhol, ahol a szemel, ameddig a szemel lát, mindenhol bicikli van. Itt, mindenhol. És fel vannak lógatva ilyen kampókra, mintha húsról lenne szó. Na. Ez 10 bicikli van egy ilyen lekezve. Itt meg 2, 4, 6, na itt is 10. Tehát 30 bicikli kb. Durván, ami így felakasztható. És a miénk is így lett ide felakasztva. Ja, ott a miénk bicikli.
Na ennyi. És nagy csomaggal ez mondjuk eléggé gáz, mert ki kell a csomag, ugye ott vannak lenne a csomagjaink. Két hátizsák egy hétre, pici nem hátizsák. Nem azért, mert sok, hanem mert ez ugye sok súly rajta a biciklin, amit ugye nem viszel vállon, akkor elrakod a biciklibe, azt ilyenkor le kell külön szedni. Igen. Mert hogy itt a felszállás meg a ilyen egyéb akkor. És hamarosan indulunk tovább. Ja. Pontosan 3 perc múlva, 12 óra 55-kor. Retro vonat felszálló. Retro WC. Régi, hagyományos. Még szappan is van. Ott. Ott meg a klotyó. Kultúrát. WC. És most tartózkodik a vonaton. Jó tudni, amíg a vonaton máson tartózkodik, nem szabad használni. Azaz nem szabad használni. Nem szabad. Viszont még WC papír is van. 2 is. Kéztörlő. Pedál. Ott megnyomod a lábaddal, és lefolyik a víz. Meg a bélsár tartalma, amennyiben nagy ürítés végzel. Ott meg ott vagyok én. Tényleg. Ennyi a retro WC. Retro ajtó. Itt pedig a kerékpárszállító. Itt meg a halőrnek a külön helye. Ez tök jó. Régen itt még voltak irattárolások, gondolom, meg egyéb dolgok. Itt meg a szekrény. És prospektus. Azt mondja, hogy FINA világbajnokság. És közben elindult a vonat. Megyünk. Utazunk. Megyünk a Sorsra. Van egy kanyar.